Köszöntöm a kedves nézőket, én Dezső vagyok. Eléggé rég volt már videó, már azt sem tudom, hogy mikor ültem így kamera elé, picikét kijöttem szerintem a gyakorlatból. Hát továbbra se tervezek ilyen bemutató videókat a csatornán, amit megszokhattatok. Nem is terveztem mostanában videót készíteni. Azonban most éppen ugye egy akció miatt úgy éreztem, hogy kötelességem ezt a videót elkészíteni. Ez nem más, mint a cipős doboz akció. Ugye már sokan hallhattatok erről az akcióról, már aki tavaly is követte a csatornát, az tudhatja, hogy miről beszélek. Röviden is összefoglalva, ez egy ilyen adományozási akció. Most indult november 25-től, és egészen december 18-áig gyűjtik az ilyen csomagokat. A lényeg az, hogy keres egy jó állapotú cipős dobozt. Gondold ki, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szeretnél ajándékot készíteni, 0-tól 18 éves korig lehet. Töltsd meg ajándékokkal, hát ez lehet ruha, játék, tanszer, tisztasági szerre, édesség, vagy valami bármi hasznos ajándék. Igazából próbálj meg az adott gyerek fejével gondolkodni, aztán szépen csomagold be, jelöld meg a csomag tetején, hogy például 9 éves fiú, én ugyanis egy 9 éves kisfiúnak készítettem csomagot, és a hozzád közel lévő gyűjtőpontra add le. A cipősdoboz.hu oldalon ez meg is tekinthető egy térképen, illetve egy listán, hogy ezeket hol lehet leadni. Most az, hogy honnét ered a cipős doboz akció, azt én most nem részletezném, ugyanis a tavalyi videómban én már ezt elmeséltem, úgyhogy én most nem is szeretném húzni az időt. Úgyhogy nézzük is meg, hogy én egy 9 éves kisfiúnak milyen fajta csomagot készítettem el. Na lássuk! Na hát akkor itt is látható maga a doboz, immáron becsomagolt állapotban. Hát ugye most azt nem mutatnám meg, hogy én hogy csomagolom be, de azt igen, hogy hogy kötözöm át kötöző szalaggal, legalábbis én azt megpróbálom megmutatni. Hát ugye ezt a csomagoló papírt választottam, szerintem nagyon szép és ötletes. Én mindig ide szoktam elhelyezni egy vinyettát, és ide szoktam felírni, hogy kinek szánom, és mindig ráírom, hogy boldog karácsony, így egy picit személyesebbnek tűnik maga a csomag. Szedjük is le a tetejét, hát ugye most jelenleg nincsen benne semmi, szépen sorjában helyezem bele az ajándékokat, amiket én ennek a kisfiúnak szánok. És így igazából hát akkor kezdjünk is bele, mondom, kijöttem a gyakorlatból. Na, akkor kezdésként egy kis vinyettát fogok benne elhelyezni. Hát ilyen autósat nem nagyon találtam, de ez is egészen jó pofa szerintem, úgyhogy mehet be. Aztán kettő darab füzetet is fogok mellékelni, egy ilyen tűzoltós kockás füzet, illetve egy klasszikus autós sima füzet. Hát ugye tavaly 4 füzetet tettem bele, most inkább én csak 2-t teszek bele. Jó, akkor folytassuk tovább a sort, mi legyen a következő. Nem én lennék, hogy egy ilyesmi nem kerülne bele a csomagba. Hát picikét változtak az eredeti terveim, ugyanis a Pepco-ban, amikor felfigyeltem a Matchbox 3-as csomagolásra, és egész jó áron, gondoltam, hogy olyat teszek bele. Hát éppen lekéstem róla, egyébként lehet, hogy beszerzek egyet, sőt, ha nagyon akarok, akkor talán még egy videót is készítek róla, bár ez eléggé hiú remény, de azért tudjátok, a remény hal meg utoljára. Hát ugye én ezt a teherautót választottam ki, ugye a csatornáról ismerhetitek ezt a sorozatot, ez a Vellitor, az Urban Spirit, és én nagyon szeretem, nagyon változatos ezekkel a Mercedes teherautókkal, bár nincsenek licenszerve, de azért vele lehet ismerni, hogy ezek Mercedes márkájú járművek, és én ezt választottam. Ki is próbáltam, ezek a kis teleszkópok működnek, meg a daru is, bár az nem forgatható, csak ilyen nem elhető, de a rakomány az levehető, úgyhogy szépen befelé a dobozba. Aztán ilyen teszkós tej csokoládé mazsolával és mogyoróval. Tudom, nem a legmárkásabb, de ezek a saját márkás csokoládék is teljesen jók, úgyhogy szépen mehet befelé. Következőként egy nagyon jó kis sapka, szép zöld, ez a Blackwoods. Nagyon kényelmes, meg szerintem egészen vagány, úgyhogy szépen ez is megy bele a csomagba. Így, né?
Következőként egy ilyen néve a tusfürdő. Hát ugye azt még megemlíteném, hogy aki esetleg nem látta a tavalyi videót, hogy ha ilyen folyékony ajándékot szánnátok a csomagba, akkor mindig csomagoljátok be egy ilyen nylon szatyorba. Elég egyszerű oknál fogva, hogyha esetleg kifolyna, akkor ne tegyen kárt a csomagba, úgyhogy ezt szépen ide belehelyezzük. Amit még kötelezőnek tartok a táblás csoki mellett, az a csoki Mikulás, úgyhogy ezt is szépen ide berakjuk. Aztán ugye hát, ugye mutatom a füzeteket, meg a vinyettet, de hát ahhoz kellenek még ceruzák is, ugye? Hát ilyen nagyon frankó színes ceruzák, mind a kettő oldalával lehet színezni, úgyhogy szerintem ez nagyon vagány. Úgyhogy szépen ezt is ide belegyömöszölöm. Illetve hát grafit ceruza, ezt a Pepco-ban találtam, hát az árat hát így, csak így tudtam eltüntetni alkoholos filcre, de szerintem ez érthető is. És ez egy nagyon jó kis szett, igazából, hát elárulom nektek, hogy 240 forintért beszerezhető. Két darab ilyen nagyon jó grafit ceruza, ráadásul úgy, hogy a végükön van radír, de még egy plusz radír és egy faragó, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó megoldás, hogy nem kell külön beszerezni őket, hanem szépen minden megvan, így egy pakban. Hasznos dologként én ezt szánnám, ezt a nagyon vagány Batman-es kis kulacsot vagy poharat, ez így szépen lezárható ez a kis szívószál. Megpróbálom visszazárni, bár ez így, halljátok, ez így nem egyszerű így egy kézzel. Na így, ni. És hát ugye ennek így levet a teteje. Hát, így néz ki belülről. Hát gondoltam, megmutatom, úgyhogy szépen ez is megy idebe. Várjuk egy picikét. Rendezkedni kell, azt akkor így jobb lesz. De még ugye tisztasági szerként még azért beteszek egy babaszappant is. Hát meg egy csomag zsebkendőt sosem lehet tudni, ez mindig jól jön, úgyhogy ez szépen ide. Aztán játékén meg ilyen biliárdgolyó szivacslabdát, szerintem nagyon jól néz ki. Régen nagyon sokat biliárdoztam, úgyhogy ezért is választottam ezt. De hát ugye még alig van édesség, hát ezt is szépen megoldjuk. Francia drazsé. Karnevál változat. Amikor ezt megláttam, azt hittem, hogy valami karácsonyi kiadás, de nem, ez karnevál. Én megkóstoltam ezt, szerintem egészen finom, bár elég ilyen fahéjas, azért is következtetem erre, hogy ez valami karácsonyi változat lehet, de aztán a csomagolásra láttam, hogy ez inkább egy ilyen karnevál, úgyhogy ezt is szépen ide berakjuk. Aztán még van hátra egy pár dolog. Ez az édesség. Ezt mi ugye Dunakavicsként ismerjük, de ezt kérem szépen békebeli cukormázas CZ-vel, ez nekem fel se tűnt, drazsé a Jolly-tól, pörkölt földi magyaros cukordrazsé, biztos nagyon finom lehet, úgyhogy ezt szépen ezt is ide belehelyezzük, egy balatonszelet, és egy ilyen tiktak, ez a Fresh Plus, ez a mentolos meggyes változat. Én már ettem ilyet is egészen jó, úgyhogy ezt is szépen berakjuk. Aztán egy ilyen jópofa kis rénszarvasos karácsonyfadísz, egy aranyos kis plüss figura, úgyhogy ez is szépen ide a tetejére. És ugye, hogy személyesebbé tenyem egy picikét ezt a szép kis csomagot, mert szerintem idén is egy egész szépet sikerült összehoznom, egy ilyen kis kártyát helyezek még bele, tényleg nagyon pici. Hát tartozott hozzá egy mini boríték, de azt inkább nem teszem hozzá, és hát írtam bele egy ilyen rövidke kis üzenetecskét, és még úgy döntöttem, hogy alá is írom, és kész is vagyok ezzel a csomaggal, és hát akkor szépen ráhelyezem a tetejét, így. És akkor hát megpróbálom úgy elhelyezni a kamerát, hogy meg is tudjam mutatni nektek, hogy hogyan is csomagolom össze ezt a dobozt. Na lássuk! Na, most végeztem egy ilyen hangpróbát, hogyha messze vagyok a telefontól, akkor mennyire fogjátok hallani azt, amit mondok. Én úgy gondoltam, hogy teljes mértékben rendben lesz ez így, úgyhogy én meg is mutatom, hogy hogy érdemes a szalaggal átkötni a csomagot.
Hát végy egy ilyen szalagot, hát én ezt a pirosat választottam ki, szépen ráhelyezem, és ezt így meghúzom, kb. Annyira, hogy a közepén érjen össze a két vége a szalagnak, nagyjából. Ezt így meghúzom, bár mondjuk ez már gyűrött, mert már egyszer összeraktam a csomagot, de így meghúzom. Keresztbe, közben vigyázzuk, nem, hogy megsértsem a csomagolópapírt, alaposan meghúzom, így itt az aljánál áthúzom, hát megpróbálok ügyelni, hogy azért nagyjából szépen nézzen ki a két szalag, meghúzom, és átkötöm, méghozzá ilyen mosni kötést fogok most alkalmazni. Voilà! Kész is van. Picikét megigazítom itt az oldalánál. Így átfűzöm, hogy ne az oldalánál, hanem maximum az aljánál legyen ez a kis szétcsúszás. És így né. Most pedig visszahelyezem a dobozt az asztalra, és akkor igazából közelebbről is megnézhetjük, hogy ez hogy néz ki. Na hát akkor így is néz ki az ajándékcsomag így összekötözve közelebbről. Hát szerintem egy egészen szép szalagot sikerült választani. Szerintem ehhez a csomagolópapírhoz ez a piros passzol a legjobban. Én legalábbis véleményem szerint, aztán javítsatok ki, hogyha tévedek. Szerintem egészen jól mutat. Hát ugye az aljánál van az, hogy így el vannak picikét csúszva a szalagok, de itt szerencsére oldalt lehet így játszadozni, hogy azért nagyjából elfedjék egymást, és tényleg úgy néz ki ez a csomag, mint tényleg ez az igazi régi vágású ajándékcsomag, szép csomagoló papírral, itt szalaggal átkötve, aminek ugye tudjátok, hogy mennyire nagy híve vagyok ezeknek a régi vágású dolgoknak, hát köztük ennek is, és hát milyen egyszerű ezt megvalósítani. Úgyhogy ezzel a csomaggal most már én is készen állok a 2022-es cipős doboz akcióra, és immáron 15. alkalommal. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor esetleg lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nem tudom mennyi értelme van. De leginkább arra kérlek titeket, hogy esetleg osszátok meg a videót, ugyanis ha esetleg valamelyikőtök nem ismerné ezt az akciót, akkor ezen a videón keresztül meg lehet ismerni, hogy minél több csomag gyűjön össze erre az akcióra, még a válság ellenére is. November 25-től kezdődött a gyűjtés, ahogy mondtam, és december 18-áig tart a csomaggyűjtést, és a honlap linkjét pedig itt a leírásban megtaláljátok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!